Mint már arról többször is beszámoltunk, az önkormányzat 205 millió forint támogatást nyert el a szociális intézmények infrastruktúrális fejlesztésére. A projekt által érintett intézmények közül bemutattuk az idősek otthona Batcsányi és Magyarúti telephelyén történt munkálatokat, most pedig az útkeresés segítő szolgálat Bartók Béla téri székházánál is látogatást tettünk. A családsegítő intézmény is jelentős megújuláson esett át. Ez elsősorban egy energetikai felújítás volt, tehát kívülről kapott egy új vakolatot az intézmény, belül pedig fűtéskorszerűsítés volt, és ehhez kapcsolódott egy nyílászárócsere, tehát egy nagyon szép és korszerű hőszigetelt ablakok kerültek beépítésre, és a belső térbe pedig egy minimális átalakítás zajlott. A homlokzat szigetelése, a nyílászárók cseréje, a radiátorok, a fűtés korszerűsítése mellett megújultak a vizes blokkok, néhány kis irodát egybenyitottak az emeleten, valamint kialakítottak egy nagyobb tárgyalótermet is. Ezen nagyszabású munkálatok idejére ki kellett költöznie a szolgálatnak, az önkormányzat ideiglenesen a Jókai utcai épületben biztosított helyet. Az áthelyezés nem volt egyszerű, ugyanis mindent vinniük kellett, az iratokat, a berendezési tárgyakat. Tavaly tavasztól ott fogadták az ügyfeleket, aztán decemberben elérkezett a visszaköltözés ideje, mindebben a DVG ZRT segítséget nyújtott az intézménynek. 2018. szeptemberétől a család és gyermekjóléti központok feladatai az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bővültek. Minden azt tudnám mondani, így a rövid tapasztalat idő után, hogy minden településnek, minden intézménynek picit más a problémája, valahol erősebben vannak jelen a szociális problémák, van, ahol inkább a magatartási, van, ahol hangsúlyosabbak az intézménylátogatási hiányosságok, tehát, hogy sok a hiányzó, nem jár rendszeresen óvodába, ez települése és maga a település szerkezete miatt is, ezek azért eléggé változók. 3 éve működik egy olyan programjuk is, amelyet az Élelmiszerbank segítségével valósítanak meg. Ennek részeként minden nap ételadományokat, pékárukat, zöldségeket, gyümölcsöket szállítanak hozzájuk az egyik helyi nagyáruháztól, amelyeket az útkeresés szétoszt a nagycsaládosok, rászorulók között. Teszik mindezt a már szépen, esztétikusan, energetikailag is felújított Bartók Béla téri intézményükben.